Kidőlt fákat kerülgettek az autósok tavaly augusztus elején Nyíregyházán. Hatalmas vihar csapott le a megyére, több helyen a házak teteje is megsérült a szélben. Rengeteg munkát adott a katasztrófavédelem munkatársainak a nyári vihar megyeszerte. Filip Sándor, Vásárosnamény polgármestere, a Gergely-ugornyai Tiszaparton történteket idézte fel. Augusztus 1-én és augusztus 8-án két nagyon komoly vihar érte a térségünket, és így az üdülővezetet, és nem csak Gergely-ugornyát, hanem gyakorlatilag a Tisza mentén több területet is, és egy nagyon komoly dologra szeretném felhívni a figyelmet, amire az önkormányzatoknak nincsen forrásuk. Ugye az ember birtokba vette a Tiszapartot, a nyaralókat megépítette 30-40-50 évvel ezelőtt, akkor még aprócska fák voltak, most pedig már azt látjuk, hogy ezek a fák óriásán nőttek, és csak a szerencsének köszönhető, hogy augusztus 1-én és augusztus 8-án emberi életben nem esett kár, ugyanis vasárnap délután szakadt ránk a vihar, nem szombat délután, amikor is százak, mondhatnánk ezrek vannak Gergely-ugornyán, Tivadaron és az egyéb tiszaparti szórakozó helyeken. Lipők Sándor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője, a rendőrségi beszámoló kapcsán azt mondta, képesek voltak megfelelni az elvárásoknak. A statisztikák szerint a közrend és a közbiztonság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon jónak mondható. Javult a felderítettségi mutató is az előző évhez képest. Én úgy érzem, hogy a közrend és a közbiztonság annak ellenére, hogy a szomszédban háború folyik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jónak mondható, és javult 2020-ról 2021-re, a 2022-es esztendőt pedig jövőre fogjuk majd megtárgyalni. Markolóval szedték ki az összegyűjtött szemetet a Tiszából Vásárosnaménynál idén januárban. Folyamatosan hozza a folyó a hulladékot a szomszédos országokból. Adolján Béla, a Jobbik Momentum frakcióvezetője arról számolt be a testületi ülésen, hogy megbeszélést kezdeményezett a Külgazdaság és Külügyminisztériummal annak érdekében, hogy csökkentsék az Ukrajnából és Romániából a folyókon érkező szennyezés mértékét. Ennek a megbeszélésnek a lényegi értelme az tulajdonképpen az lett, hogy a felek számára kiderült, hogy miért enerválódott ez a probléma a magyar részről ilyen sokáig. Mégpedig az az információ áramlás egyirányúságának köszönhető, mert hogy a külügyminisztérium határozottan azt az utat próbálta megjárni, hogy Románia és Ukrajna felől kér be adatokat, ami aztán kiderült, hogy bizonyítékokkal tudtunk szolgálni, hogy nem voltak helytállóak a két féltől érkezett adatok. Arról nem beszélve, hogy a tárgyalás során az is kiderült, hogy a román fél valóban elkezdett beruházásokat a saját folyószakaszán. Ugyanakkor véleményem szerint szakmai szemmel nézve ettől rosszabb megoldást már nem is választhattak volna, mint hogy az uszadékot akarják leszedni a folyóról, amit egyébként ők raknak bele. Határozottan egyetértettünk abba a külügyminisztériummal, hogy az egyetlen megoldási módja annak, hogy a folyóink ne legyenek kommunális hulladékkal szennyezve, ha a kommunális hulladékot nem hordják be az adott települések a folyók vízgyűjtő területének hullámtereibe. Veres János, szocialista képviselő azt kifogásolta, hogy bizonyos fejlesztési pályázatoknál eddig a testület egyes tagjai nem ismerhették meg teljes körűen az adott kiírást. Javaslatát a közgyűlés elnöke befogadta. Egyrészt valamennyi pályázatot minősíteni fognak, tehát lesz értékelője a pályázatnak, és a közgyűlés tagjai mind a pályázatokat, mind pedig az értékelést megismerhetik a döntéshozatalt megelőzően. Én azt gondolom, ez egy érdemi előrelépés a tekintetben, hogy egy nyílt, kontrollált pályázati rendszerben dőljenek el ezek a források. Ugye nem kevés pénzről van szó, hiszen 100 milliárd forint 7 év alatt, amit ilyen módon használhatunk fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ennek a elbírálás során ismerhessék meg a megyei közgyűlés tagjai, mint akik erről szavaznak, hogy pontosan ki mire pályázott, és azt milyen minőségi pályázattal próbálta elnyerni ezt a forrást. Azaz a bírálat tartalma is megismertő lesz, nem csak a pályázat maga a közgyűlés tagjai számára a jövőben. A testület elnöke az ülés végén arról beszélt, hogy fontosnak és jelzésértékűnek tartja, hogy a képviselők egyhangulag támogatták a beszámolókat. A közgyűlés a beszámoló közgyűlése volt, tájékoztatókat hallgattunk meg, illetve beszámolót megyei rendőrfőkapitányság, a BV intézetek, büntetés végrehajtási intézetek, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részéről. Mindhárom beszámolónál, tájékoztatónál a közgyűlés alapvetően elégedettségét fogalmazta meg. Megköszöntük a érintett szervezetek munkáját, az ebben szolgálatot teljesítő rendőrök, katasztrófavédők, tűzoltók, BV munkatársaknak az áldozatkész tevékenységét. Különösképpen az első két szervezet már, mint a rendőrség és a katasztrófavédelem, ugye 21-ről szólt a beszámoló, de 22-ről is nyilván szót kellett ejtenünk a
a menekült helyzet kezelésében nyújtott helytállást és a szinte naprakész segítségnyújtást. Ez további terhelést és további hát áldozatkész hozzáállást igényel az érintett szervezetek munkatársaitól. Ebben is számíthatunk az ő helytállásukra, erről biztosítottak bennünket parancsnok urak. Ha jól emlékszem, talán egy hangulat fogadta el mind a három beszámolót a megyei közgyűlés. A testület következő ülését a megyenap alkalmából tartja május 20-án 16 órától Pócs Petriben. Az ünnepi ülést a Kölcsey Televízió élőben közvetíti.